A parlamenti munka átláthatóbbá tételét szorgalmazza az a javaslatcsomag, amelyet a Románia Megmentéséért Szövetség dolgozott ki, és mutatott be ma a sajtónak. Az uszéri politikusai pozitív nemzetközi példákat is ismertettek. A parlamenti munka követhetőbbé tétele az egész társadalom érdeke, vélik az uszéri képviselői és szenátorai. Szerintük lehetővé kell tenni mindenki számára, akit érdekel a döntéshozás mechanizmusa, hogy részt vegyen a folyamatban. Jelenleg például a parlamenti bizottságok munkája a nyilvánosságtól teljesen elzártan zajlik, holott szerintük itt születnek a legfontosabb döntések. Ám nem csak ezt kifogásolják, hanem azt is, hogy akadozik az információ áramlása. A jogszabályokhoz benyújtott módosítási javaslatok néha alapvetően változtatják meg a tervezetet, ám ezekről maguk a döntéshozók is csak késve szereznek tudomást. Soha nem ismertek, vagy csak ritkán ismertek előtte a módosító javaslatok, csak a gyűlés után szerzünk ezekről tudomást. Problémás a gyűlések rögzítése, átírása, a jelenlét, a szavazatok követése. Továbbá a bizottsági ülésekben történtek követéséhez nagyon fontos az a formátum, ahogy a dokumentumokat nyilvánosságra hozzák. Jelenleg többnyire befénymásolt PDF formájú fájlok, amelyekben nem lehet keresőprogramokkal megtalálni kulcsszavakat. A parlamenti munka átláthatóvá tételét szorgalmazó jogszabálycsomagot az uszéri a héten nyújtja be a parlamentbe.